Hát Benni, te meg mit csinálsz? Le akartam ülni a paradicsomjaidra, de lebuktam. Hát kiküldtelek, hogy szedjél egy kis paradicsom. Aztán ez lesz belőle, hát látjátok már azért is a poloska, meg minden egyéb kártevő is. Megkóstolta a finom paradicsom termés, mert tényleg nagyon finom volt minden, és nagyon korán termett is, hogy te is többször elmondtad. Ja, már május végén termett itt benne. Igen. És hogy látjátok, hiába voltak megtetejezve, ugyanúgy elindultak tovább, de már nem teremnek, úgyhogy majd a helyére megvan a terved, mit vetsz. És most meg ugye ki kell mindent szedni, itt mindent elvágok alul, egy-két szára van, és akkor kiszedem így. Karóstól, aztán majd kint komposztáljuk őket karó nélkül. Igen. De miért mondtad, hogy elvágtad? Hiszen ez fontos, hogy itt nem kitéped a földből. Igen, mindenhol itt benne maradt a gyökere, vagy hát a töve. Például itt ezt is lehet látni. Ilyen jó kis vaskos lett. Benne marad minden. Ugye ez is majd hosszú távon komposztálódik, ott marad a helyén egy lyuk, ahova benőnek majd a következő növényeknek a gyökerei, és így összekapcsolódnak az ott lévő mikorhizagombákkal, úgyhogy egy teljesen élő talaj marad itt úgymond az utána jövő növényeknek. Persze azért fogyott el a komposztból is, és abból is majd még kerül ide pótlás, és akkor utána jöhet a saláta, meg nem tudom, mit szeretnél ide vetni. Igen, tehát látszik, hogy nagyjából ott volt a dörkelemez tetején a komposzt, egy jó 8-10 centit csökkent. Hát egyenlít, igen. Ugye tömörödött is, meg hát a növények fölvették a tápanyagot, igen. Tehát jön egy kis komposzt, de semmit nem ásunk, nem húzunk ki, mert az is felesleges talajmozgatásnak számít. Úgyhogy csak így talajszinten elvágjuk, de ez lesz a szabad földön is. Ott sincs kihúzás, nincs felesleges talajmozgatás, csak talajszinten elvágni, és ahogy Benni elmondtad, benne hagyjuk a talajba, és ott fog majd komposztálódni. Ezen még vannak virágok, meg zöld termések, de ez már nem érne be, még itt az üvegházban sem. A paprika egyébként marad, az fantasztikus termés lett, de a paradicsom már kijön, és akkor kérdésedre a választ, itt rukkola lesz, retek lesz, téli saláták, római saláta lesz, mindenféle saláta, hiszen azok még karácsonykor is itt az üvegházban születelhetőek lesznek, sőt, ugye ez fűthető is, úgymond eldöntöm, lehet, hogy még majd egy picit ezt rájuk fűtök. Fűtesz-e rájuk, vagy valami rásegítés kellene nekik? Ugye fűteni nem szeretném, de hogyha mondjuk nagyon lemenne már decemberben a hőmérséklet, lehet egy picit annyi temperáló kis elektromos fűtés bekapcsolok, hogy ne fagyjanak el itt a saláták. És akkor még karácsonykor lehet saját friss salátát majd enni. Bőven simán. Úgyhogy... Úgyhogy még van egy. Ja, igen. Ugye a sok-sok levágott nyesedék, egyébként ugye a bazsalikomok is voltak közte, itt vannak a bazsalikomok is. Amiből nem pesztót csinálunk, vagy nem magot fogunk, vagy nem szárítjuk meg, ugye itt sok mindent itt szárítok is, azok pedig mennek a komposztra, hiszen ebből egy szuper jó komposzt készül, ugye most főleg ez nitrogéndús, sok benne a zöld, de nem is fogjuk nagyon összevágni, összedrabolni, csak így rátenni, és egy pár napon belül elkezd megszáradni, a nitrogén zöme eltávozik belőle, és akkor kicsit jobban meg lehet taposni utána, és akkor ebből itt most a haszonkérben van külön komposztálom, ha ugye ez a régi kertemben lenne, akkor pedig csak helyszínen komposztálnánk őket összedarálás után. És a haszonkert is már egyre jobban a végét járja, folyik a szüret, mindent szedünk be, szüretelünk le. Itt az egynyáriak mi mindig gyönyörűek, ugye Márk szórt el ezeket a kis magokat, cinniák, a narancsárga kozmosz, és nézzétek meg, fantasztikus kis legényrózsa. Egész nyáron virágzott, de most a legszebbek. Tehát ennyiből tényleg jók az egynyáriak, hogy nyár elejétől a fagyok igondják a virágokat, hát hátrányuk, hogy elpusztulnak télen, és nem olyan, mint az évelők, hogy újra hajtanak tavasszal. De tényleg annyi volt csak, hogy itt az ágyás végébe kompozó beleszórtuk a magokat, és ment a csöpögtető, néha meg lett öntözve, és ennyi, semmi más nem kellett eltenni, és gyönyörűek. Úgyhogy itt a haszonkerti részben, ezt kicsit ilyen próbálom ilyen régi magyar paraszti kertnek is megcsinálni. Biztos, hogy jövőre is lesznek ilyen kis egynyáriak.